hogy szakmai munkámmal mindenkor hazám és a szakmám szolgálatában állok. A mesterek esküjével kezdődött a mesteravatás, amely során három szakma 27 képviselője vehette át mesterlevelét, autószerelő, ács és karosszéria lakatosként. A díszünnepséget a Merkur Székesfehérvár Magyar Király aulájában rendezték, ahol a Fehérvár megyei kereskedelmi és iparkamara által alapított díjakat és díszok leveleket is átadták, valamint a Euroskills 2023 szakmák Európa bajnokságának résztvevőit is köszöntötték. Nagy Dániel épületasztalos 12 vetélytársa között bizonyult a legjobbnak, ezzel pedig aranyérmet szerzett a rangos megmérettetésen. Úgy kell elképzelni ezt az egészet igazából, én mint épületasztalos, nekem egy ajtó-ablak szerkezetet kell készítenem, és igazából ebben mindenféle ívek, mindenféle nehézségekkel megtűzelve, és ez a fő produktum, amit mi csinálunk, és ezt kell a legjobban elkészíteni nekünk. A rendezvényen átadták az iparos mester vállalkozói díjat, melyet Tanárki György villanyszerelő mester és Nagy Lajos asztalos mester érdemelt ki. A kiváló szakember díj Radóczi László Tibor autószerelő mesterhez vándorolt, míg az arany, ezüst és bronz koszorús mester címet, amely 30, 20 és 10 év szakmában eltöltött időintervallumot jelent, sorrendben Csuta Zoltánné fodrászmester, Tárnokiné Horváth Edina kozmetikus mester és Andrási Dávid fodrászmester kapta meg. Már nem csak a kozmetika alapját csinálom, az alapokat csinálom, hanem az oktatáson kívül már saját márkás termékekkel is rendelkezem, úgyhogy még ez is benne van. Én nagyon-nagyon szeretném azt a tudást, amit a közel 30 év alatt összegyűjtöttem, azt átadni tovább a fejlődő fiataloknak. Ez egy nagyon szép szakma, nagyon nehéz, nagyon sokat kell tanulni, folyamatosan megújuló, folyamatosan változó szakma, de lehet benne eredményeket elérni, mint ahogy az én példám is mutatja. Az ünnepségen elhangzott, hogy az újdonsült mestereknek és díjazottaknak kiemelt szerepük lesz a gyakorlati képzés irányításában, valamint a már meglévő tudás továbbfejlesztésében és továbbadásában a jövő generációk számára.